A Beaujolais a legkorábbi francia újbor. A szőlőt augusztus végén, szeptember elején szüretelik, rövid erjesztés után préselik, utókezelik, és a szüret után 6 héttel már palackozzák. Minden év november hónap harmadik hetének csütörtökén kezdik árusítani világszerte. Amit nagyon érdekes, hogy ez nem a legfinomabb bor, mert fiatal. De ez most egy nagy ünnep, többé voltam, és úgy mondtam, hogy akkor az egész világban így lehet ünnepelni, és hát körülbelül a fele termelés külföldön exportálunk. Az év első újborának, a Beaujolais-nak a megjelenése mindig nagy ünnep Franciaországban. A termelők az első palackokat utcai fesztiválokon értékesítik. Beaujolais-t világszerte árulnak, 120 országban van jelen. Egyre népszerűbb a távol-keleten is. A megtermelt mennyiség felét kivitelre gyártják, a másik fele pedig Franciaországban fogy el. Franciaországban az 50-es években indult ez a hagyomány. A helyi borászok ünneppé tették az első újbor megjelenését, hogy növeljék termékük értékesítését. Vannak, akik a 20. század egyik legnagyobb bormarketing fogásának tartják ezt. Hazánkban is gazdag hagyományai vannak a primőr borok fogyasztásának. A november 14-i mártonnapi libavacsorák a népi tradíciók szerint elképzelhetetlenek újbor nélkül.